Hallják, hogy ebben a teremben nagyon sokra figyelő, érdeklődő tekintet, ami talán az uraknak, akik a parlamenti politikában edződtek, szokatlan lehet. Ezért arra gondoltam, hogy oldjuk a feszültséget, egy kicsit a természetesebb közegükbe helyezném vissza az urakat rögtön az elején, és egy napirend előttivel kezdeném. Köszönöm a szervezőknek a meghívást, hogy vállalták a kockázatot, ami az én személyemet. Kívánom a napirend előtt, rasszisták haza! Erről beszéltem. Nem demokrata vagy! Köszönjük szépen! Ha van bűncselekmény, vagy nincs. A társadalom vagy elítéli, vagy nem. Ha a törvényeket hoz egy demokráciába, akkor annak a törvényeknek érvényt kell szerezni. Ezzel nem udvariatlanság miatt nem álltam föl, nem is direkt bármikor, akit esetleg ez zavar. Mai napon nem akarom részletezni, de fölvágták a lábamat hatalmat. Elvileg van itt egy kis széket, hogy föltegyem a lábam, de nem akarom megadni az ATV-nek jól felfogott politikai érdekből azt az örömet, hogy Sánta Bona legyen a szabad címa és a iratóban. A rendetlenséggel nem lehet rendet csinálni. Tehát egyik alapja a kettőnk közötti ellentétnek az az, hogy én azt mondom, hogy a törvényesség szigorú talaján lehet csak állni annak, aki rendet akar csinálni. Vannak olyan kérdések is, ezt nem tagadom, ahol szimpátiával figyelem a minisztériumnak a küzdelmét. Azt gondolom, hogy a belügyminisztérium munkáját azért mégis a bűnügyeknek, a bűnözésnek a visszaszorítása, vagy éppen a visszaszorításának a kudarca minősíti leginkább, és a számok azok már amennyire ugye 2010-es adatok a rendelkezésünk állnak egyelőre. Ezekből az olvasható ki, hogy a bűnözés Magyarországon nőtt. Amikor a parlamenti meghallgatásom volt, akkor én azzal kezdtem, hogy az első időszakban a bűncselekmények száma egészen biztosan, hogy emelkedni fog. Ha több rendőr lesz az utcán, ha minden egyes feljelentést a rendőrök felvesznek, és elkezdenek dolgozni abban a tempóban, ahogy ezt az új vezetés elvárja, akkor nyilvánvaló, hogy a bűncselekmények száma emelkedni fog. Emelkedni fog ugyanilyen arányba, ahogy a számok emelkedtek, az eredményesség is. Itt azért hitvit az zajlik, ezt azért ismerjük el. Ilyen ismerem, amire a miniszter is elismeri, hogy azért azt bizton állítani, hogy a regisztrált bűncselekmények számára növekedése azért van, mert jobb a rendőrség felderítése, ez egy hipotézis. Mint a hipotézis egyébként az is, amit én mondok, hogy egyszerűen azért több a regisztrált bűncselekmény, mert több bűncselekmény történik. A másik dolog, amit felvetett elnök úr, az az, hogy a gyerekkorúak által elkövetett és a gyerekkorúak sem kérhetni, pedagógusok nem vagyunk. Mi rendőrök vagyunk ezeken a területeken, el kell fognunk az elkövetőt. Főként tanár vagyok. Én gondolom, önök is látták a korábbi időszakokban, tanárokat verték a 10 éves gyerek. Nem szeretnénk semmi szín alatt. Eljárjuk tanteremben. Kérjétés elkerülése véget. Örülünk annak, hogy a több rendőr van az utcákon, és ezt támogatjuk is. De önmagában a több rendőr nem jelent több biztonságot, ezt hiszem, hogy miniszter úr is aláírja. Ami szerintem a rendőrségnek nagy hiányossága most, az a rendőrség társadalmi bizalmának helyreállítása. Társadalmi bizalom. Ez egy nagyon nagy kérdés. A társadalmi bizalmat sem jogszabály, sem belügyminisztérium nem tudja a rendőröknek megadni. Egyetlen egy szervezet képes a társadalmi bizalmat megszerezni, ez maga a rendőrség. Maga az egyén, a rendőr, aki intézkedik, szakszerűen intézkedik, és elfogja a bűnelkövetőket és az adott területén megfelelő rendet tart. Ha ez ilyen lesz, akkor a rendőrnek lesz tekintélye. Lehet a létszám nagy, lehet a létszám kevés, lehet akármilyen jogszabályt hozni, csak a rendőr tudja a társadalmi tekintélyét visszaszerezni. Létrejött egy 10 milliárdos költségvetésű szerv, a terror elhárító központ, ami ugye papíron a belügyminisztérium alá tartozik. Erről sokan mondják azt, és nem véletlenül, hogy ez Orbán Viktornak a magáhadserege, hiszen az a Hajdú János vezeti a Orbán Viktor személyi testőre és bizalmasa. De ami az egész neked volt, bocsánat. Most egy más minőségében szerintem még mindig az. Nem a bizalmasra gondoltam, a személytestőre. Hát most igen, most a tette, most egy 10 milliárdos személytestőrség jött létre, a korábbi, nem tudom, milliós költség.
költségvetésűhöz képest. De ami a terrorállátok központtal kapcsolatban ugye kérdés, hogy a terrorveszély Magyarországon az mekkora? Ugye én úgy tudom, a statisztikák azt mondják, hogy kicsi, már ilyen viccek születnek, hogy azt vizsgálja a tech, hogy ingyom-bingyom táli be egy-egy személy. De tényleg mindennek a megkoronázása volt, az a Brad Pitt történet, amikor ugye a zombi film forgatásával kapcsolatos fegyvereket lefoglalta a terrorállátok központ, és hát ugye volt egy politikai vita arról, hogy a terrorállátok központ kiléphetne nemzetközi szintérre, kiterjeszteti a működését nemzetközi szintére, hát ezzel sikerült neki. 2011-ben már a TEC csoportja az Egyesült Államokban az ilyen bevetési csoportok világversenyét első helyet szerzett. Tehát az elkészültség az jó. A lényeg ebbe a tekintetben az, hogy most hányan vannak, hányan nincsenek, azt gondolom erről felesleges beszélni, nemzetközi elfogadtsága megvan, hogy tálibe vagy nem tálibe, ezt majd eldöntjük. A Gárdát, annak idején a bíróság, még egyszer mondom, az én véleményem szerint nemzetközi nyomásra hozhatta föl. Az Egyesült Államokból, az Európai Unióból, Izraelből, különféle helyekről érkeztek nemzetközi nyomások, aminek nem tudott megfelelni, amiben nem tudott szembeszállni a magyar igazságszolgáltatás. Na most, mint ahogy elnök úr is mondta, hát azért van egy bírósági ítélet a Gárdát. A Gárdával szemben van egy bírósági ítélet, amely felosztatja ezt a Gárdát. Amíg ez a bírósági ítélet hatályban van, és én nem tudom, és én nem feltételem ezt, hogy ezt a bíró bárki befolyásolta volna, hogy a bíróságot van elsőfokú ítélet, van másodfokú ítélet, van jogerős ítélet, addig ennek a jogerős bírói ítéletnek mind a belügyminisztérium, mind a belügyminisztérium által irányított szervezete érvényt fognak szerezni. Orbán Viktor miniszterelnök úr ellátogatott a frakciülésünk, előtte volt egy szüke körű beszélgetés, és én azt mondtam a miniszterelnök úrnak, hogy ezek az emberek nem bűnözők. És ezt tartom egyébként nagy hibának, hogy kriminalizálták a társadalomban meglévő, jelenlévő jó szándékot. Ezek az emberek szembeszálltak a Gyurcsány kormány elképesztő politikájával, és megpróbáltak embereket menteni, életeket. És ezt az akkori kormány, Gyurcsány és Bajnai kormány kriminalizálta, és az új kormány, ahelyett, hogy ezt valahogy kezelte volna, ehhez tudom, hogy ezt a kriminalizálást fenntartotta, sőt súlyosította. És amikor én a miniszterelnök úrnak felvetettem, hogy ön a miniszterelnök mondja meg, hogy mit tegyenek ezek az emberek. Hát szeretnék a törvényt követni, milyen mellékbe járjanak, lehet-e rajta Oroszlánban csak panontuma, vagy csak a Fidesz feliratra, mit tegyenek, hogy ők ellen ne legyenek fogadva. Akkor a miniszterelnök úrnak az volt a válasza, hogy Gárda ügyben nincs párbeszéd. Hogy törvénytelenség talajáról nem lehet törvényességet csinálni. Rendetlenség talajáról nem lehet rendet csinálni. És ez vonatkozik azokra is, akik a parlamentben veszik föl azt a mellényt, ami a Gárda mellénye, és a Gárda mellényében kvázi jogot sértve vannak. A jelenlegi törvény, szabálysértési törvényt, ezt a jogtól már önök alkották meg ezzel kapcsolatban, és ebben egy olyan tétel van, az egészen elképesztő, hogy nem pusztán a magyar Gárda, a feladatott társadalmi szervezet egyenruhájának, formaruhájának a viselése tiltott, hanem olyan formaruha vagy egyenruha viselése is, amelynek jellegzetes tulajdonságai által felismerhető egy felosztott társadalmi szervezet. Tehát, hogy ez már a, azt gondolom, hogy ez már a divat szakma, hogy én szeretnék miniszter úr jogkövető lenni. Tehát kérem, segítsenek, hogy a legközelebb megyek mellénybe, ez egy több százer mellény kedvelő van Magyarországon. A legközelebb szeretnék mellény húzni a magyarokat, hogy mi a franc legyen rajta. Mi visszavad ennek, mi lehet ezen a mellényen, hogy esetleg nehogy megint nekem Steiner Pálol, meg Gyurcsány Ferenc, vagy a többiekről vitázom helyre egy mellény ügyében. Én azt gondolom, hogy ez egészen abszurd. Egészen abszurd. Ez is jelzi azt, hogy itt valami olyan fajta rögeszme alakult ki ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban, ami már tényleg 50 év múlva ezzel fognak örülni ezen a szabálysértési történetben.